Sziasztok! Én Barbecue vagyok, és üdvözöllek benneteket a csatornámon. Kicsit régen volt már szerkesztett videó ezen a csatornán, de ez sajnos annak tudható be, hogy túlságosan elfoglalt voltam ezen a nyáron, ugyanis nyaralgatni mentem ide-oda, ugye a főállású munkámban dolgozok, még egyelőre nem videósként természetesen, és volt egy pótvizsgám ezen a nyáron, ami miatt a háttérbe kellett szorítanom magát a videózást, de a pótvizsgát azt sikeresen teljesítettem, úgyhogy már nincs mire fognom az, hogy ne tudjak foglalkozni a videózással. És én azt gondoltam, hogy folytassuk is a Galaxis Őrzőinek a második részével, ugyanis egy kicsit le vagyok maradva. Azóta már ki is hettek a harmadik részét is, és hamarosan jön a negyedik része. De közben szeretném folytatni a Horizon Zero Dawn-t élő adás keretei között, illetve szeretnék más játékokkal is foglalkozni, de ezeket még be kellene fejezni előtt, még mielőtt beveszek egy új játékot a repertoárba, ebből beletartozik a Siberia 3 is. Legalábbis én azt is szeretném elkezdeni játszani így felvételek között, nem is élőadásban, inkább azt felvételben. Gondolkoztam eleinte, hogy felvételként kellene csinálni, vagy élőadásban kellene játszani. És természetesen a Twitch csatornámon egy csomó előadást szeretnék csinálni, amiből már két rész fent is van a csatornám, ugyanis ezeket szeretném megtartani teljes hosszában, az elejétől a végéig. Ugye ez most az Escapist, amit haverommal csinálgatunk. Eléggé kis szórakoztató egy játék, és szeretnénk kivinni az összes pályát, ugye nem szeretnénk megfosztani tőletek, úgyhogy így a csatornámon keresztül visszanézhetitek az elmúlt két élőadást, illetve az elkövetkezendő összes élőadást, amit abból tervezünk felvenni. Ez majd, ehhez kell egy kis idő. Sajnos jelenleg azt nem tudtam folytatni, ugyanis a haverom kicsit távol van, és ott nem igazán jó az internet. Ilyen szempontból ő nem tud streamelni, én meg nélküle ilyen játékot nem streamelek. Legalábbis egyedül nem szeretnék streamelni. Na már most, de tényleg nem szeretném fecsérelni az időtöket, úgyhogy kezdjünk is bele a második részbe. Annyit előre, hogy én már belenéztem a második részbe. El is mondhatnám, hogy mi történt az első rész végén, de ezt látni fogjátok a videóban, ugyanis van egy kis visszatekintés a második résznek a elején. Sajnos ez alatt a 3-4 hónap alatt én is eléggé sok mindent felejtettem, de aki esetleg nem követné ennek a játéknak a részeit, az most megtudhatja, mi történt az első rész. Smile, you son of a... Ugye bár... Megöltük Thanost. You have something I desire. Elloptuk tőle magát a The Eternity Forge. Amiben átszállt a lelke. We just killed the biggest bad guy in the universe. And you can't even let me enjoy it for one second? I keep thinking about Nebula. Túl sokat gondolkodsz a Nebulán. Imagine how she's gonna react when she finds out we killed Thanos. Like you said, she's your sister. Trust me, vagytok. Family's worth fighting for. Maybe you're right. Thanos eradicated my people. Destroyed my planet. De ez kinek a hangja? Now that you have killed him, erre mi mindig the Eternity Forge will be our salvation. You have Thanos? The Mad Titan? Got his big purple corpse right here. My boss has significant resources and could pay handsomely for such a rare specimen. Azoknak, akiket felhívtunk, azt mondom, I will not rest. Until we have conquered every star system in the galaxy. Yeah, igen már. Starting with you. Ugye itt átszúrják a testünket. De rossz lesz nézni. Na? Mi lesz a következő lépés?
a kis csaja megmentésünkre siet. Elnézést kérek, hogy még... Nem vagyok tisztában ezekkel a dolgokkal. A neveket azt elég gyakran elfelejtem. Hoppá, és itt élettünk újra, az Eternity Forge által. Holy shit. És itt folytatódik a történet. Na, kezdjünk is bele. Már előre oda készítem az ujjaimat a gyors billentyűkre, és tapasztaltam, hogy csak vannak quick time eventek ilyenkor is az elején. Amit egyszer elbasztam, felvételen kívül természetesen. Yet. Wow! No! What is this dark sorcery? Back, foul demon! Nyugalom, nem vagyok én démon. Hoppá! Hogy kikerültük? Na, ezt basztam én el. I am Groot! Hey! Mindenki egy féltelen, nem? Get behind me! Én vagyok, no, para. It's Peter Lord. Starquill. I mean... Peter! I thought you were... Yeah, so, Azt hitték, hogy hallottak vagyunk, guess de I was dead, and now, apparently I'm not. Nem is baj. This is impossible. Impossible is one thing. This? This is freaky. How do we know you are really Peter Quill? Majd én elmondom, prove it to me. Mi az, what ami... do you expect him to do? If he is really Peter Quill, he will know. Peter Quill vagyok. Trust me, dude. I think I know if I wasn't me. Right? I'm kind of an expert. Nah. I suppose you are correct. Okay, great. Everybody calm now, huh? We cool? I am Groot. He's right. The dead don't just come back. There's gotta be a catch. Ha van olyan szerkezet, ami visszahozza a halottakat az élők sorába, akkor... Okay, Rocket, just... Minden megtörténhet, nem is tudom. Legyen ez. Hollis said it required a sacrifice. A life in exchange for another. Thanos. He was holding the Eternity Forge when he fell. Yeah, real comforting. És akkor gondolom belekerült a lelke az Eternity Forge-ban, amikor tartotta a szerekezetet. It's Hala. Hopp, she's caught up to us. Everyone upstairs, we gotta move. I already died once today. I really don't want to try it again. Na. Everyone hold on. Things are gonna get a little bumpy. Yeah, that'll help. Maxwell, jó kis zene. Peter, you just died. Are you sure you're okay to fly? Hát ahogy haltunk meg, csak... No, para. Hoppá. Easy, Quill. That answer your question? Not really. I am... Groot says he's gonna puke again. Ez a Groot kegyetlen, a többiek is. Jó, még időben reagáltam a quick time-ra. Még úgy, ahogy időben. Ha esetleg keveset beszélnek a videó alatt, az csak azért van, mert történetre próbálok figyelni. Ezért elnézéseket kérem. Her ship was full of dead Kree. Thousands of them preserved in stasis pods. Now I might puke. Save it for when we land, buddy. She could create an unlimited army of Kree soldiers. If this relic falls into Hala's hands, that's bad news. For everybody. Agreed. Although I would relish in killing her. Kezébe. And bringing her back to life. And then killing her again. And then bringing her back to life, Drax, and then killing her again, and then bringing her back to life, and we then get it, Drax. Now that will be a fair fight. One I would not lose. You know, I'm all for people having opinions, but sometimes Drax shouldn't be allowed to speak. Then we can't risk her getting a hold of this relic. Can't the galaxy stay guarded for like 5 friggin' minutes? I mean, come on! No matter how far we run, Hala will not stop hunting us. Persze. El is talált minket, hogy a kurva szája. Bár, ez is kérek a beszédét. Kicsúszott a száma. Na, húzzunk bele. Valami közeli bolygóra szálljunk le. Kicsit pihenni.
Kicsit feljebb ülök, mert már elkezdek lecsúszni a széken. Ezt ebből gond le. Bejött a jó kis kezdőképernyő, ezt már szeretem. Meg ez a jó kis zene. Akár copyrightos, akár nem, ez minden pénzt megér. Szarok én bele a copyrightba. Na, most hogy leszálltunk a bolygón. Meg is kezdett a kutatás. Under pressure, nyomás alatt, második rész, juhéj! Jó. Előbb-utóbb csak megjegyzem a címét. I don't like being out in the open with Hala on our trail. Most ki után megyünk kutakodni. Lehet, hogy nekünk kéne beszélni Victor. Akkor fogjunk be. Csak nem. My ship's busted, man. And you're the only guy who can fix it. Csak nem az, akire gondolok. Ennek a nevére sem emlékszem, pedig nemrég néztem meg a Galaxis Őrző 2-t már másodjára. Ajjaj. Which is exactly why I can't trust you no more. Don't get me wrong. Meghívlak én következőre téged, mit szólsz hozzá. Next time I do a deal with the Collector, I'll find a way to cut you in. Units for days, dude. Alright. I'm gonna hold you to that. Well, you better come on in then before someone sees you. Tudtam én, hogy ez az a csávó. Home? Welcome home, boy. Megjött a kis csapat. I thought it was just you, Quill, not all your little playmates. Sosem egyedül mászkálok, azt megtanulhatnád már, hapsikán. Hey, hey, no plants on the roof. These guys are my family, Yondu. Ah, Yondu, az a neve. Jó, oké. Okay. Előbb-utóbb csak megjegyzem. Great, okay, quick introductions then. This is Gamora. Say now, nice to meet you. Put that away, or I'll cut it off. Kis nyers a hölgyike. That's Groot. Drax, say hi. These are terrible. What do you think you're doing? That's my food. Mine. Őt nem érdekli. Ja, egy harcos az... annak enni kell. Az mindig éhes. Rocket! I don't trust ravages. They'll shoot you in the back the first moment they get. Take it easy, boy. Take it easy. Ezt nem szabad csak ügy. I don't trust animals that can talk. Wanna hear me talk? Okay. Rocket. We're guests inside Yondu's beautiful home. Please don't blow it and everyone inside of it to tiny little pieces. This place is already a garbage heap. A little kaboom would do it good. Yondu nem bántott minket. his face. What the hell? I've been buying black market trinkets off this little freak for years. And I've been gladly accepting this idiot's money. So ez a kis merik egymást régebbre, jó. Oh, we got some. But it ain't for sale. Well, ain't she a beaut? Fit it right in with my collection. Could clear some space. Oh, well, before you get too attached, you should know the Kree are after it. They're willing to kill for it, too. Oh, I was just having a bit of fun. Because I'd rather have the Kree after your hide than mine. Nem gondoltam, hogy Yondu-ja, hiszen... Jó, mondjuk ez akkor... Legalább megtudtam, hogy a második rész, a filmbéli második rész előtt játszódik a sztoria. Mert ott ugye Yondu meghalt a film végén. De itt meg még él. Szóval itt azért vannak dolgok. Beautiful. Sometimes it takes stepping back from your problems to see how small they actually are. These last few months haven't been easy for either of us. But I'm not always gonna be here. Na, és most miután kutatunk? I worry about you. You're growing up so fast. I know, Mom. I'll do better. I know you will. You're meant for more than this life, Peter. I know you are. You're gonna save the galaxy. You're gonna kill Thanos. And change everything. Yes, yes.
Csak így. Miért beszélsz mutat? Opa! Wait! This isn't how it happened. You didn't say that before. Yeah. Please, trust me, baby. I'm trying to help you. Every time I look up there, I find something new. Milyen szép is a csillagoség. Something I overlooked. Come sit by me, baby. You can see the stars even better from over here. Yeah, az biztos sok a szép. Oh, persze, még telefonon is zavarjátok majd. Oh. Just for a little bit. Oh, visszaszed. Visszaállunk. Just for a minute though, okay? Valaki elkezd a streamálni. Csak normálisan visszafekszünk mellé ez a furcsa nő személyhez. Aha. Mit keressek meg neked? You keep staring and suddenly helyezkedni kell. You start filling in the spaces, the lines between points in the sky. Look at. I think that one is Canis Major. It's shaped like a dog. That's right. You wanted a pup so badly when you were younger, but you could never have one. Too much money. Closest thing you were ever gonna get was that constellation. De, hogy is, nem olyan drága fenntartani egy kis kutyát. You used to wish that dog sweet dreams. Na, még valamit? Nézzünk az égen. Oh, eltűntek a csillagok. Ah, villognak. Hopp, megláttunk valami furcsát. Ez... De ezekkel meg nem tudok mit kezdeni. Akkor... Orion, illetve a Gemini van még. Akkor legyen az Orion. That's Orion. No doubt about it. It is indeed. First constellation you ever mi fog történni, hogyha ez is megváltozik, csak úgy hirtelen. A francba még helyezkedni kell, nem hiszem el. Na és akkor a harmadik, hopp, az is eltűnt. Furcsa dolog ez, mint hogyha lekapcsolódnának a fények. Na még megnézzük a Geminit. És akkor mi fog kirajzolódni? The twins? Yep. You used to say they were dancing together. Yeah. Kezd egyre furcsább lenni ez a helyszín itt nekem, ez az álom. Na, nézzük, mit történik. Kettes lenne? Sajnán érdekes. No hard glass constellation. That looks like the Eternity Forge. What the hell? Look closer. That writing. It wasn't there before. Ah, egyáltalán. What does it say? Hoppá, tűnt. Jó, mondjuk ez csak egy álom, szóval bármi megtörténhet. Come find me, Peter. De meghalt, szóval... Ah, érdekes. Ja, ez az Eternity Forge okozta, nem is álom ez, hanem... I don't think they can hear us. Ahogy mondják ezt? Did you just see what I saw? It's been decades since I've seen your mama's face. Now that was a special treat. Peter? Something... Yeah. Sosem mondta ezt. Off about that memory. That wasn't how the night ended. Can't help you. I wasn't there the first time. What just happened? I saw my mom. Láttunk dolgokat. Right? She wants me to find her. Wait, look. Most még hogy találjunk meg egy halott nő személyt. I've seen glyphs like that before. It's ancient Cree. Stop eating already! God, I can't hear myself think. Oh, it's hardly ever used anymore. Inkább ezt a kérdést. Don't keep us in suspense. What does it say? You can read that filthy language? No, but I think my sister can. Akkor oda visszük. Thanos was after something. An object with these same markings. Let me see that. Nebula and I stole it for him. I don't know what it does. But my sister may have been able to learn something from it. Hát, if we can find Nebula,
Maybe she can help us translate this. Yeah, right before she cuts off all our heads and takes the forge for herself. And who do you think's the first guy she's gonna use it on? Counterpoint? You worry too much. We have to figure this out before Hala does. Are you hearing yourself? Every story you tell us about that robo-chick ends with somebody getting eviscerated. And that is something I'd like to avoid for the foreseeable future. Rocket's right. If we go after Nebula, we better be careful. I'm prepared for any danger. I tried to get in contact with Nebula not long ago. She won't be hard to track down. Better let me have a look at your ship then. I may have something to fix that lying around. Move your foot. I am Groot. Somebody get this tree away from me. Yeah, but I'm Groot. Enough with the snacks! Could you be any more useless right now? What's up, man? Is everything okay? I'm no good at this, so I'm just gonna do it fast. I know we don't know a ton about the relic, but the one thing we do know is that it brought you back to life. Don't tell me you ain't thought about how you can use that power. Sehogy. Vagy valahogy történt. My mom. Yeah, yeah, exactly. You don't know a lot about it. Megadom neki pontatlan választ. Nem tudtam volna, hogy mi a jó erre a kérdésre. Gyorsan döntöttem egyet. Ungone. I just... I have to try. We gotta go to Half-World, Pete. I know going after Nebula is the logical move here. I get it. You gotta find out why this thing's affecting you. But this favor... I gotta ask. Melyik legyen az? I ain't told anybody about this before. De ha Nebula le tudja olvasni ezeket a dolgokat, nem tudom. Most tartsunk Rakit. This person means that much to you. We'll go. Really? Thanks. I mean it. Help me out with this, boy. Magunkra haragítjuk a kisasszony, de hát. Your friend over here keeps dropping it on my foot. Ilyenek ezek a döntések. It slipped. Let's get going. Mekkora eszközt kaptunk tőle, bakker. Nem cipelünk mi a leget, de azért még pluszba ránk dob egy kis súlyt. A kis komisz. That'll do it. Have that little furball of yours. Nem tudja még, hogy hamarosan meg fog halni. Should be right to go. Where are we going, Star-Lord? We got a little detour to make. Right, Quill? Rocket has some business to take care of on Half-World. We don't have time for a detour. We've got more urgent problems to deal with. Peter, there's something you need to see. Hey, you promised. We're going. I found Nebula. She's taken Thanos' ship. She's heading towards the Collector's Museum on Nowhere. Peter, she's going after Thanos' body. And we're supposed to care because... If I know my sister, she'll kill anyone who gets in her way. And once she has Thanos, if she goes off the grid again, I can't guarantee I'll be able to find her. Then we have to get to her before she gets away. We can't lose track of her again. We'd better hurry. Wait, what? You promised, Pete! Értem, hogy az ígéret szép szó, de sokan meghalhatnak amiatt, nem? Nebula isn't going to just wait for us to intercept her. Look, a promise is a promise. Pete and I are going to Half-World. Intercepting Nebula is more important. You don't get to say what's more important. When it's a matter of civilian lives, yes I do. Translating the relic is our priority right now. We're going after Nebula. Whenever you're ready, we'll head out. You know what? I don't care. Have fun on your wild cyborg chase. Come on, Rocket. Emberi életekről van szó, Rocket. Ne hagyd már. Keverem én itt a magyart az angolla, mert egyszer Mordait mondok, egyszer Rocketot.
Cambridge. Via Port, ez csak ilyen Kennedy. De szép a látvány. Gyorsan beszélek még Rakittel, megpróbálom. Groot? Helyrehozni itt a dolgokat, hát ha... Még lehet vele beszélni normálisan. Ah, igen, ez Peternek a szobája. Ezeket a képeket már mind láttuk, még az előző részből. Akarom túl sokáig fecsérelni a szót, azt sem tudom már mennyi ideje, megy a stream. Ez itt mit tud? Candy? Téptek, Gamora szobája. Gyorsan beszéljünk Mordájjal. Baseball and Glow. Hey Mordáj. Mi a helyzet? Rocket? Go away, Quill. I'm busy. So what, you're just gonna ignore me then? Yeah. Since you ignored your friggin' promise to go to Half-World with me. And for what? Gamora's sister? I thought after you sided with me and sold Thanos' body to the Collector. Listen, I know you're upset. But we have to know what the Forge says, and if we don't go now, we might lose our chance. I was counting on you, Pete. I thought you had my back on this. Majd nem megyünk arra a dologra utána. No, no. I know where you stand. Passzal gondolkozunk, nem adja, ugye? Az is lelép, hát jól van. Engine room. Nem baj, megyek utána. Addig beszélgetek vele, ameddig meg nem nyugszik a kis ganéj. Úgysem voltam még lent az engine roomba. Twice of Chunk. Hey Groot. Hey, how's my favorite tree? I am Groot. Nagyon is jó. You think Rocket's gonna be okay? I'm worried about him. I am Groot. Well, this has been a lively and fascinating conversation. Az biztos. I am Groot. Jó, menjünk utána. Muszáj vagyok beszélni Rakéttal egészen addig, ameddig lehet. I'll leave you alone. Ennyi. Later, Quill. Csak ennyi? Egyedül hagylak? Jó. Semmi Thanks extra. Aha. You know, you open your home, do a bunch of misfits, and what do you get? Igazán érdekfeszítő beszélgetésben volt részünk az előbb, de... That's what you get. Jó, vannak ilyenek. Hát egy Grootot egyenlőre, megnézzük ezt a szemét kupacot is. Wait. Shouldn't these parts be in the ship or something? Hát jól látod, basszus. Itt van, a hajóban. Kár, hogy gyorsabban nem lehet futni. Mi? Kivel kellene beszélni? Nem is tudom. Gyönyörűbe lementünk. Akkor... Hopp, várjál, nem tudok nagyon menni. Mehetünk a hídra. Itt nincs semmi extra, akkor jó van. Gamorával kéne még beszélni egy kicsit, hát hogyha tudna beszélni Rakéttal. Na, légy szíves, menj arra felé, amerre lehet menni. It's funny how alien all my earth junk starts to look after a while. Hát ez biztos. Na, PLS. Rakoncent lankodik az irányítás egy kicsit. Ezt teszem észre. Hello, hölgyem. Mi a helyzet? Egymás között vagyunk. You okay? Hey, Peter. Yeah, I just little nervous about seeing Nebula again, I guess. Heard last conversation didn't go well. I just hope we can still catch her before she does something incredibly stupid. Are you ready for this? You and Nebula are... We're family. It doesn't matter if I'm ready. I'm gonna fight for her. I'm worried about Rocket. He wants to use the relic, but he won't tell me anything. Rocket's being selfish as usual.
Nem olyan ő... A pénz helyezi előtérbe. Ugyebár neki a pénze fontos. Jó, ezzel is beszélgettünk eleget. Oké. Okay. Egy pillanatra, srácok. Nem állítom meg a videót, hanem csak kinézek, hogy hány perce megy végül is. A videónak a felvétele, de ez egy csak. A fél órája küzdünk el, jó, akkor még van egy kis időnk. Úgy terveztem, hogy ezt a részt ilyen 50 perces blokkokkal szeretném felvenni. Mert átlagosan egy Telltale Games játéknak egy része az a két órás blokkokkal van tele, ugye? Mert maga a rész két óra. Én 50-60 perces részeket gondoltam felvenni. Ennyi. Semmi extra beszélgetés, jól van, akkor induljunk is. Drax-el beszéljek. Hey Drax, you doing all right? When Thanos was alive, I was a warrior with a singular purpose. But now, I am useless. De ahogy vagy használhatatlan, teljesen használható vagy. Obvious to me. Maybe I should have seen it sooner. I was ordered to stay here. While you and Gamora fought Hala. Oh, come on, Drax, cheer up. Look, you gotta see the positive in things. Nem mondj neki ilyeneket, remember, mert tök komolyan veszi a dolgokat. Has a silver lining. I do not think they do, Peter. Clearly my skills, they are no longer as helpful as I had hoped. You should try talking to the others. You know, maybe they can teach you something new, help you find a new purpose. Who would you suggest? I don't know. I do not think any of them would want to. Go talk to Gamora. Yeah, she'll teach you to focus. And she's no stranger to the whole changing your purpose abruptly thing. Yes. His focus would be good. I like your brother. I will speak with her. I should get going. Star-Lord. You still seem troubled by the visions of your mother. Hát, nem is kicsit. I am here to comfort you about such matters. Unless you do not wish to speak of it. I just don't know what they mean. But I want to find out. More than anything. If I had visions of my family, there is little I would not do to discover the truth. Thanks for checking in on me, Drax. We are friends. I believe that is what friends do. You got that right. Na, végre itt hagyott bennünket Drax. Na, mondó vagyok, szerintem induljunk is meg a célállomás felé. PlayStation Bridge Console Travel to Get Nebula. Induljunk is el. Hey, everybody to the bridge. We're going to the Collector's Museum to intercept Nebula. Stay out of trouble. I may not be so accommodating next time. And take care of the Milano. She's a ship, not a trash can. Take care of yourself, Yondu. Itt hagy minket, Yondu. Itt hagy minket. Nem megy inkább tartana velünk. Na. That's my ship. Hoppá, ellopták a hajója. I am Groot. Where's Rocket? A hajó. He took the Eternity Forge with him. What are you waiting for? Go after him. No, the relic will be safe with Rocket for now. We stick to the plan. Right, Peter? Screw the plan! We have bigger problems right now. We can't let Nebula get away. Rocket will be fine. Gamora's right. We can't lose Nebula. Rocket can wait. No, I'm with the tree. Nebulát? Let's go. Lesz. Akkor gyorsan kell cselekedni. Hala has found us. And this is what we call. Oda hamar megtaláltak bennünket. Ja, hamar kikerültük a nagy őrhajó. De még mindig füstöl az egyik szárnyunk. Ah.
Meg is érkeztünk a következő helyre. Nem tudjuk, hamarosan mi fog itt történni. Megmentjük a nebulát, vagy megint el fog menekülni. Percegen belül kiderül. Bocsánat, az gondolás helyett. Bírok megmaradni egy helyben. But the Thanos exhibit isn't ready to see. Hol van Nebula? Még ide se ért, fogadjon. What are you talking about? Vagy már bent van. No, this can't be happening if the collector finds out. No, happy thoughts. He won't find out because you are going to go in there and fix this and everything is going to be wonderful and nobody will get tortured. Okay. Is priceless. Don't break. Összetörünk mindent kérdés nélkül, csak azért is. Leszarunk. Ami velünk szembe jön, az összetörik. Micsoda értéktárgyak van neki. Forge translated? We need to get Nebula on the Milano, no matter what. Na és mégis vajon hol lesz Nebula? We have to talk her down. If this turns into a fight, it's going to get ugly. Gondolom kemény küzdelem lesz már, ha a második részben is ilyen kemény volt, itt is kemény lehet, az biztos. Hát nem bírja egyedül elhúzni Thanosnak a testét. Nebula! I thought I made it clear when you called. Stay away from me. Nem, nem, azt nem szabad. Nebula, please stop. Let's talk. I'm done talking. Look at him. Look what your pathetic Star-Lord did. He was all I had. And you took him from me! És is meghalt volna, nem mindegy. Ja! Hát ezekkel a lövésekkel nem értünk túl sokat. Hoppá! Micsoda küzdelmek folynak itt. Ouch! Ez fájhatott. Jó. Na, egy karddal kevesebb. Ja, kicsit ideges a Nebula. Gyerünk, te győzöd? Hoppá, hogy hátra esett. Ez sem volt éppen szerencsés. Na, ezzel meg mi történt? Kardozunk? Milyen fajnán elkaptuk a kardot? Oh. Mondom én, hogy itt mindent összetörünk. Hát ez meg milyen szerkezet? Robban legalább? Whoa. Igen. Kapjuk már el. Verjük már szét azt a csajt, azt fogjuk el. Azt vigyük a hajóra azonnal. Majdnem félre nyomtam. Nem mondod, hogy kiesett a kard a kezünkbe. Peter! Még egy karddal kevesebb. Thanos fell at the hands of a weakling. You've gone soft, Gamora. You never used to care about casualties. And you think this is a weakness? You still haven't learned anything. Na, el is fogtuk a csajsz. Szép. Gyerünk, meg lesz az, meg lesz. Eltörtük a kezét. Hát jó. Mindjárt elnyeli a kamóra. Ajaj, az mindjárt robbannak. Ezt lehet nem kellett volna, de most már mindegy. De legalább kiszabadult. És legalább Nebula elszökött? Fogadjunk, hogy igen. Nem, nem szökött el. Nem, pedig azt hittem. Egy kereket fog adani, de akkor nem. Érdekes, érdekes. Nagyon vonzódik az apjához. Gamora,
De mégis, hogy bántalmazott téged, basszus? Átalakított téged egy robottá. Miért ragaszkodik egy olyan típusú emberhez, egy olyan típusú lényhez, aki állandóan bántalmazta őt? Come with us. We can fix this animosity between us. We can be sisters again. Ja, nem vagyunk az ellenséged. Á, de hogy. We don't have to be on opposite sides anymore. Kíváncsi vagyok, hogyan fog alakulni ez a rész. Get her up. Egész hamar meggyőztük a kis csajt, azt hittem, hogy nehezebb lesz. Meggyőzni. Hoppá, hello, nem törtünk össze semmit. Ne foglalkozz vele. Sorry about the mess. Úgyis. A biztosító állja az üvegeket, nem? When I get out of these chains. Yeah, I don't see that happening anytime soon. We got her. Yeah, we did. Annyira közelebb kerültünk a résznek a végéhez, gondolom én. De. Let her sit in there for a little while. We can get her to talk after she cools down for a bit. Now, can we get my ship back from that furball friend of yours? Persze, mehetünk most we'll már need kármilyen. The relic so Nebula can translate it. Yeah, we're going after Rocket. Just hope he's still there. Ah, biztos még egyben van, remélem. Mivel foglalkozunk mi most még? Ja, lehet beszélgetni, igaz? Na, viszont srácok. Én a Mondo vagyok, ezt a részt itt befejezzük. Hamarosan jövök a második résznek a második részével. Tehát, hát, most vagy egy hét múlva, vagy ahogy lesz időm, de ezt a részt mindenféleképpen folytatni fogom. Remélem, itt elmentett a játékot. Mondjuk azt nem is tudom már, hogy hogyan lehet megnézni, hogy vagy checkpoint. Hát mindegy is. Visszatérünk a main menübe. Nebulát sikerült megtalálnunk, visszahoznunk a hajóra. Majd a következő részben már beszélünk is vele, illetve utána eredünk Mordájnak. Addig is legyen egy szép napotok, illetve egy szép hetetek, valamivel nyugisabb hetetek, mint ami eddig volt. Vagy nem is tudom, mit kívánhatnék meg még nektek. De mondom, a terveim az, hogy folytatom a Horizon Zero Dawn-t, illetve a Siberia 3-t is beveszem a repertoárom közé, meg egy csomó más játékot is, illetve ha lesznek élőadások, arról majd kapni fogtok értesítést így a YouTube csatornámon, legalábbis előre el fogok készíteni egy ilyen 10-20 másodperces kis videót, amit feltöltök akkor, amikor lesz élőadás a Twitch csatornámon. Ha esetleg tetszett ez a videó, lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el kommentet írni ez alá a videó alá. Írjatok valami építő jellegű kritikát, hogy mind változtatnátok a stílusomon, vagy bármit, ami építő jelleggel szolgál. Én Barbecue voltam. Sziasztok!